Sziasztok! Elképzelhető, hogy csalójátékost fogadt az egyik német streamer. Ugye ezeket a csatákat Mausack Robot dolgozta fel, azért mondom többes számban, mert ugye mi csak egyet nézünk meg, viszont Mausack Robot megnézek kettőt is Draxtól, aki talán egy magyar játékos, talán nem, ugye amikor lejátszotta ezt a csatáját, akkor a déliben játszott. Abban a klánban ugye vannak magyar játékosok, révén ez egy magyar klán, viszont vannak benne külföldiek, én Draxot nem ismerem személyesen, szóval talán magyar, talán nem. Viszont ami ebben a visszajátszásban érdekes, és szándékosan szerettem volna én feldolgozni, nem pedig megnézni Mausack Robot videóját, hogy a visszajátszáson belül meg tudjak állítani, illetve be tudjak lassítani, vagy éppen vissza tudjak tekerni olyan részeket, amik szerintem furcsán néztek ki. Ami rögtön egyébként az első néhány másodpercben feltűnhet, hogy Drax már alapból úgy indul neki pozíciónak, hogy rögzíti a tank tornyát, illetve a lövegét, ettől függetlenül viszont nem néz körbe, pedig ugye az jellemzően a játékosok olyankor csinálják, amikor ugye körbe akarnak nézni, hogy tegyük fel, mondjuk tudod, hogy a tank az a sziklánál van, ezért mondjuk rögzíted a tornyadat, meg ugye a lövegedet, hogy a célkereszted az rajta maradjon a sziklán, de gyorsan körbenézzel, hogy balról, vagy jobbról, vagy hátulról valaki esetleg akar téged flankelni, vagy ha megnézed, hogy ha megy egy harc, akkor éppen az a harc hogy áll. Nos, ugye Drax egyrésztről alapból rendelkezik ezzel a különös célkereszt mozgással, viszont rögzítve mozog, és igazából nem nézelődik, ami nekem eléggé különösen fest, de nyilván ezt meg lehet csinálni, jobb egér gombot lenyomod, és amennyiben ezt megteszed, valahogy neked is így fog nézni a játékod, szóval eddig ebben nincs semmi érdekes. Viszont fontos kiemelni kettő fogalmat. Most nyilván mindenki úgy hívja ezeket, hogy akarja, de alapvetően én fogok beszélni a célzó pontról, ugye ez a kis pontocska, ez lehet fordított V betű, lehet plusz jel, meg talán más is, lehet egy pont is, illetve van maga ugye a célzó körünk. Ugye ezzel a kis célzó ponttal mondod meg, hogy a célkereszted, a célzó köröd pontosan hová menjen, mondjuk ide az Object 260 hátsó lemezére, vagy az alsóra, vagy a tornyára, vagy ahová akarod, és hogy jellemzően a célkereszted ezt leköveti. Először, akármi történjen, hogy először be kell célozd a kis célzó ponttal, és ezt követően fog oda menni a célkereszted, ahová kell. Ez alól kivétel nem igazán van. Még amikor automata célzást használsz is, akkor is jellemzően először a célzópontot rá kell vinned a célpontra, és ezt követően fogja lekövetni ugye a célkereszted, a célzó köröd ezt a parancsot tulajdonképpen. És ami nekem nagyon különös, ez az, hogy ugye most egy ilyen rögzített fura állásban van, a célzókör az mozog össze-vissza, talán replayback, talán nem, viszont ezt nézzétek. Bam! Egy amúre. Különös volt, igen. Viszont ez az emberek 99%-ának valószínűleg azt jelenti, hogy Drax tuti vagy cheatelt, ez biztos én bot volt. Viszont megnéztem lassítva, és lassítva egy kicsit másképp néz ez ki. Hogy azt látjuk, hogy az ötös jön. Ugye Drax először ugye becélozza a futógörgőt, viszont valamiért a célkereszt az már alapból ugye erre a pontra visz, közben visszaváltom ugye a rögzített kamerállásra, hogy ezt lássátok, hogy Drax mit csinál, és nem az, hogy én mit csinálok, ugye az előbb gyorsan bemutattam nektek. Aztán hirtelen már ugye a célzó pont is ott van, a célzókor is ott van, és bam, egy amúre. Nos, ide bevágom, hogy az előttesen hol van pontosan a lőszerre kezd, ez alapján pedig mindenki eldönti, hogy véletlen volt, vagy sem. Ezt követően pedig tulajdonképpen beindul a buli, nem fogom minden lövésnél belassítani,
de látjátok, hogy a célkereszt az egy kicsit furán mozog. Vannak lövések, amik úgy néznek ki, ahogy ennek ki kell néznie. És vannak lövések, mint például itt a T-57-nél, amit sajnos, de nem sajnos, muszáj lesz visszatekerni. Én sem megvárom, hogy az SZ-100-asra lőjön egyet. Ha jól emlékszem, akkor lő még egyet az SZ-100-asra. És ezt követően pedig ugye a T-57 fog következni. Ugye a T-57-nek nem meglepő módon nyilván a leggyengébb ott a páncélzata, ahová lőni fog, és ezt nézzétek. Ezt nézzétek. Ugye Drax egyáltalán nem oda céloz, ahová a célzókora céloz. Ez lehet, hogy bug, lehet, hogy alapvetően ő ezzel számolt, hogy bár ugye a célkeresztje vagy a célzókora nincs ott, ahová a célzókort mutat, de bele fog sétálni a T-57, ezt nem tudom. Meg vannak ezek a tiszta lövések, S-100-as haslemeze, 268-as páncélzata, S-100-as páncélzata, meg vannak ezek a lövések, amik a T-57-ekre ilyen nagyon különös módon mennek. Nyilván az elsőnél, az Amurepnél belassítva érdekes volt, hogy a célzókör az már alapból oda célzott, és tulajdonképpen a Drax már csak később célzott oda, ez is érdekes volt. Eléggé gyorsan történnek a dolgok, nyilván minden lövés nem fog belassítani. De vannak ura lövések, illetve úgy alapvetően ez az egész szitu olyan különös. Nyilván vannak azok a tiszta lövések, amiknél nem mondod meg, hogy oké, ez én volt. De vannak azok az aprólékos lövések, amikor egyszerűen tényleg oda céloz, mint például most az S-100-asnál, ezt láttátok? Nézzétek meg, hogy amikor Drax bepussol el az S-100-asra, akkor ő hova céloz, és maga a célkereszt az hova mozog. Ugye, valamikor most indul meg, egy kicsit belassítom, hogy pontosan lehessen látni. Valahol itt fog következni az érdekes rész. Ugye Tank Harry ott tesz bárt, nézzétek, hogy Drax hol célozza, és közben a célkereszt az hol marad. Ugye a célkereszt az valamiért végig ott maradt az S-100-as hátsó toronypáncélzatán, és nem követte le lényegében Drax parancsát. Ugye ilyenkor a felhasználó lényegében megadja a programnak a parancsot, hogy hova célozzon, és nézzétek, megint ez a rögzített mozgás, viszont ugye Drax közben nem forgatja a kamerát, tehát olyan, minthogyha csak így menne előre, közben valamiért rögzítené a lövegét, és menne előre. De nem használja ki ugye ennek a szabad kameramozgásnak, vagy rögzített kameramozgásnak, vagy tök mindegy, mindegy nevezzük az előnyeit, nem néz mondjuk maga mögé, hogy a többiek mit csinálnak az S-100-assal, lövik, nem lövik ki, egyszerűen csak mozog előre, és közben nem is igazán forgatja a kamerát. És valahogy már most becélozza a 60 TP-t lényegében a falon keresztül. Muszáj belassítani, muszáj ezzel kicsit tökölni, hogy megnézzük pontosan, mi történik, mert amikor gyorsan nézed meg, akkor tényleg olyan, mintha fölön keresztül becéloznád, de kíváncsi vagyok arra, hogy ez valóban így van-e, vagy esetleg valamit csak így beképzelek. Szóval valahol most fog következni az érdekes rész. Muszáj belassítani 1.16-tal, nézzétek meg, hogy Drax tulajdonképpen semmit nem csinál. Nem is oda céloz, nézzétek meg! Nézzétek meg, hogy a célzókör az lényegében önállóan mozog, és a Drax a célzópontot nem is mozgatja. A célzóköre az felment a tank tornyára, le a hátsó részére. Drax pedig nem is oda céloz, nagyjából így a tank irányába beigazgatja, és ennyi. Szóval, nekem ez az egész nagyon furcsa, nehéz megmondani, vannak azok a pontok, például ez a 140. Nézzétek! No!
Na jó, ezt muszáj belassan megnézni. Látjátok, hogy hova céloz? Drax és hova megy a cél keresztje? Berakok egy képet a 140 gyenge pontjairól, csak hogy megnézzük, hogy esetleg az amúrelket akarja elülni a program. Vagy ne csak véletlen. Na nézzük, mi történik. Azt látjuk, amit Drax csinál. Hogy ő beszélozza a tank közepét, sőt inkább a hátát. Ez a lövés ugye oda is ment, ahova kellett neki. Majd ezt követően megint tank közepét, illetve hátát célozza, de a célzókör az valamiért egy pontot ves célba. A képen majd meglátjátok, hogy pontosan melyiket. És attól függetlenül, hogy Draxt végig ugye a tank hátsó részét akarja ellőni, ahogy nagyjából tette azt korábban is, valahogy mégis valahova így a tank elejére vezeti a lövés magát. Megint belassítjuk, csak hogy lássuk, mi történik. Valahogy a célzó kör le van maradva, majd rámozgatja nagyjából arra a pontra, ahová Drax cél az. Nem tudom, ez is különös volt, de talán nem olyan különös, mint a korábbiak. Itt egyébként ez akkor feltűnő, amikor a távolság kicsit nagyobb, amikor a távolság kicsi. Na például ez. Na ez nagyon különös volt. Hogy ez volt normál gyorsításban, vagy mi történt. Normál gyorsításban, amikor ugye 60 TP hátulról tüzel, még egy normális lövés, többé-kevésbé, bár ez is kicsit azért határeset. Na és ez volt az, amikor ő célozná a hasremezét, de közben a célzókor az vár, nem tudja, hova akar menni, bam, oda megy, azonnal lő, és beüti. Ugye? Ezek azok a lövések, amik normál sebességgel nem tűnnek lehetségesnek, oké, kicsit nyomtam. Viszont belassítva meg azt látod, hogy elég közelről már egyébként azt csinálja a célzókör is, mint amit a célzópont, és ezért még mindig ott van az az 1% vagy 0,01% esély, hogy talán csak serverlag, vagy bekapcsolva hagyott egy server oldali célkeresztet, vagy bugos visszajátszás, de annyira gyanús magában, nézzétek meg megint az a mozgás, amikor csak így lő, és nem látod azt egyszeres gyorsításban, hogy az a gyenge pont az játékos által van becélozva, lényegében ugrál össze-vissza a célkereszt. Például itt volt kettő tank, ugye ilyen nem volt még korábban, hogy egymás mellett kettő tank legyen. Egy négyessel megnézzük. Nézzétek meg, hogy a célkereszt az felmegy, összemegy, lemegy, tesz egy V betűt, de közben odalő, ahova kell. Aztán szépen lassan meg fog jelenni egy becset, ugye ez az a szitu, ami korábban nem történt meg. És amikor ugye normál módban néztük meg ezt a visszajátszást, akkor totál olyan volt, mintha a célkereszt valamiért el akarna mozogni a becsetre, holott Drax végig az ST2-t nézi. Oké, egy nagyon minimálisan ugye elmozgatta a löveget a bet irányába. Majd azonnal visszamozgatja. Leveszi az ST2-ről a célzópontot. De nem tudom, hogy ez serverlag, nem tudom, hogy én volt. De amikor normál gyorsításban nézed, akkor olyan különös. Például ez itt. Amikor
belassítod, akkor azt látod, hogy minden pontosan úgy történik, ahogy Drax csinálja, viszont amikor normálban nézed, akkor olyan, mintha a célzókora egy teljesen önálló életre kelne, és azt csinálná, amit ő akar, és nem azt, amit Drax parancsol tulajdonképpen. Nos, én nem tudom, hogy ez csalás, vagy nem csalás. Az igazság az, hogy amikor egyszeresben nézem, akkor minden lövés gyanús, leszámítva egyet vagy kettőt, főleg az E-százakra. Viszont amikor belassítom, akkor viszont azt látom, hogy Drax ténylegesen oda céloz, ahová lőni akar. Én nem tudom, hozzászólásban írjátok meg, nézzétek meg a videóját Mouse Acrobatnak, nézzétek meg a visszajátszásokat, és döntsétek el, hogy csaló vagy nem csaló. Remember, there's always madness. You can just step outside and close the door and all those dreadful things that happened, you can lock them away. Madness is the emergency exit.